zárónap, magyar aranyéremmel, magyar bronzérmekkel. Menjünk időrendben, és kezdjük Milák Kristófnál, hiszen ő kezdte a magyar éremgyártást a mai nap során. Nem tudom, hogy hova lehet még fokozni vele kapcsolatban a jelzőket. Ön erre szokta azt mondani, hogy Tokióban ez egy masszív éremesély, hogyha jól idézem. Így van, így van. Így van, továbbra is szárnyal, megint egyéni csúcsot úszott. Ott van, ahol nagyon kevesek jártak, az 50 másodpercet fölteri, talán eddig azt hiszem a világon hárman úsztak belül. Abban már egy nem úszik, illetve kettő, már Csávit se, meg a Felt se. Úgyhogy jó helyen van, és úgy látom, hogy ő is elégedett volt az úszásával. És az az egy, aki még úszik 50-en belül, sőt, hát nem is még úszik, hiszen nagy alakja, majdnem egyidősek. Nagy alakja a sportágnak, a realitás az, hogy minden összejön, ez is térem, ezt mondom ma. De ez az aranyérem, ez föltette Kristóf EB-re a koronát, mint ahogy ugye 200 méteres hátúszásban, ugye Burján Kata azon a harmadik helyen végzett, ahol Glasgow-ban is abbahagyta 3 évvel ezelőtt az EB-n, de azt mondta, hogy nagyjából ezért jött, ilyen időért jött az ő teljesítményével, illetve Szabó Feltóti Eszter döntőjével, hogy volt elégedett? Tulajdonképpen ez volt várható, azért a Kata azért már öreg harcos és profi, úgyhogy az érmet azt reméltem mindenképp tőle. Az külön öröm volt, hogy Szabó Feltóti Eszter, egy fiatal lány bejutott a döntőbe, és helytállt, és háromszor megúszta gyakorlatilag 0,2 másodpercen belőle az idejét. Remélem még van benne, szeretném. 400 méteres férfi vegyes úszásban is, mint ahogy a mai nap magyar érdekeltségű döntőjében két versenyző volt. Berasztó Dávid negyedik lett, és ott volt ugye Bernek Péter is. Berasztó Dávidról én nem tudtam eldönteni, hogy csalódott-e vagy sem, vagy tudta, hogy ez fog ebből kijönni, vagy sem. Ön hogy érzi? Hát nyilván, aki az elmúlt 3 EB-t megnyerte, és most is a legjobb idővel ment a döntőbe, és az európai ranglistán talán a második helyen állt, de nem olyan idővel álltak előtte, amit ő ne tudott volna. És ott bejött az oroszoktól a ottani Kós Hubert, vele egyidős, neki volt egy olyan ideje már, hogy ez egyáltalán nem meglepetés. De azt gondoltam, hogy a Dávid tudhat ennyit, de ez már egy ilyen este volt. Ahhoz, hogy ezt az olimpiai, hát nem mondom ki azt a szót, amire gondolok, szóval ez a rossz széria, amivel az olimpiával kapcsolatban ő van, mi kell ahhoz, hogy ezt levetkőzzel hátralevő hetekben, hónapokban? Ahogy a jó szériák is egyszer megszakadnak, a rossz is. Abba bízok, hogy ezúttal erről lesz szó. Ugyanezt a mondatot mondta az interjúja befejezésekor Kése Ajna, mert a kis túlzással nála a negyedik helyekkel tele van a padlás, de ugye ez egy olyan döntő volt a 400 gyors, ahol éppen Kapás Boglárka előzte meg őt, szóval az egyik szemünk sírt, a másik nevetett, hogyha egy negyedik helynél sírhat valaki. Az ő kettejük teljesítménye 400 gyorsan, az önnek mit mondott? Legyünk őszinték, ha mind a kettő megúszta a legjobbját, akkor ez arany ezüst. De azzal együtt az Ajnának az 1500 gyors volt szerintem a fordulópont, ahogy azt ebbe az állapotba fölvállalta. Szerintem napról napra jobb lesz, nem volt kihagyása. Én bízok abban, hogy az olimpián újra az a Kései Ajna lesz, akit megszoktunk. A Voginál pedig hát újra úszott gyorsan, és egyből egy EB-érem mutatja a sokoldalúságát. Neki ez a olimpiai 200 pillangójához nagyon hasznos volt. Ha már olimpia, egy kis mérleget vonva az EB-ről, ugye 5 aranyérem a medencés versenyszámokban, Milák 2-szer, hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Szabó Sebastian, remélem nem hagytam ki senkit. Több érem is, közt egy váltó is, ezekkel a számokkal, ezekkel a teljesítményekkel összességében a kapitányok. Összességében elégedett lehetek, ha csak az érmek számát nézzük. Glasgow-ban volt 4 arany, 1 ezüst, 1 bronz. Ez 5 arany, 3 ezüst, 3 bronz. De hát idén olimpia van, mindent ezen a szemvegen nézünk. És többen azt akarják, hogy nagyon óvatos volt a becsülésem, a várakozásom, de látható, hogy az 1 arany és még 2 vagy 3 érem az ad a realitás a magyar úszósportnak most, ami azt gondolom, hogy úszásban egy szép eredmény.